Ha egy országban a rendőrminisztériumra bízzák az oktatás kezelését, akkor előbb-utóbb a gumibot, a kövirázs és a bilincs válik a diákok nevelésének eszközévé. Pontosan ez történt május 3-án a Karmelita Kolostorban. Amikor egy elnyomó hatalom végképp elveszti a realitás érzékét és a kormányzó képességét, akkor az erőszak marad az utolsó menedéke. Úgy tűnik, ez történt most az Orbán rendszerrel. A száguldó Orbán infláció, a nyugdíjak és bérek értékvesztése, a gazdaság csökkenése, az oktatás és egészségügy tönkretétele megmutatta, hogy a Fidesz nem képes irányítani az országot. Kormányozni nem tudnak, párbeszédre nem hajlandóak, marad a gumibot és a könygáz. Hiába hazudik a kormánymédia, a diákok nem támadtak a rendőrökre, nem veszélyeztették senkinek az életét és a biztonságát. Egyszerűen éltek a szólásszabadság adta jogukkal, békésen tüntettek azért, hogy ne verjék szét alattuk az oktatást. Kiálltak azért, hogy ne üldözzék el a tanáraikat, ne tegyék lehetetlenné a tanulásukat. Emlékeztetek rá, hogy önök vették el a tanároktól a valódi sztrájk lehetőségét, itt a következmény, a diákok házhoz mentek a követeléseikkel. Választ, párbeszédet nem kaptak, csak könygázt, gumibotot és bilincset. Az országnak joga van tudni, hogy ki a személyi felelőse a történteknek. Tudni akarjuk, hogy ki utasította a rendőröket erőszakra, ki a felelős az erőszakos eszközök használatáért, és ez a felelősség nem a parancsot végrehajtó rendőröki elsősorban, hanem a parancsokat kiadó politikusoké, végső soron Orbán Viktoré.